És kezdjük a Patrick Ness féle Chaos Walking, azaz... Jesus, mi ennek a magyar változata? Lássunk egy top 5 2016 első fele című videót. Arra gondoltam még nagyjából június végén, mert hogy ugye akkor értük el az évnek a felét, hogy csinálok egy ilyen top listás videót az eddigi 2016-os kedvencekből. Nos, most már augusztus van, de ez ne zavarjon senkit, megcsináljuk akkor is ezt a videót, mert úgy gondoltam, hogy érdekes lehet majd látni, hogy mondjuk ehhez a videóhoz képest mik lesznek a 2016-os kedvencek. Ugye ezt a videót majd 2017 elején fogom megcsinálni, ez egy ilyen nagyon alap videó itt a BookU szférában. Kezdjük is, az egyik nagy-nagy-nagy idei kedvencem az a Patrick Ness sorozat, a Chaos Walking trilógia, aminek a részei Kés a zajban, Válasz és kérdés és Háború a békéért. Erről a sorozatról nem készült külön videó a csatornán, csak rengeteg videóban megemlítettem, ez nagyon vicces. Viszont ha egyszer eljutok oda, hogy megcsináljam a kedvenc könyv sorozataim című videót, akkor ez mindenképp szerepelni fog benne. Nemrég röppent fel az a hír, hogy a Chaos Walking trilógiából készülni fog filmadaptáció, és a női főszereplőt a Star Warsból is ismert Daisy Ridley kapta. Ezzel nekem csak egy olyan problémám van, hogy a könyvben a szereplők körülbelül 13-14 évesek. Láthatóan a Hollywood megint egy kicsit ki fogja tolni az életkor határt, amire az egyik barátnőm annyit mondott, hogy hagyjam már lógva, hogy ez mindig így volt, és tudom, hogy igaza van, de az igazság, hogy nekem a Chaos Walking trilógia azért is ütött akkorát, mert nagyon fiatalak a főszereplők, és olyan dolgokon kell átmenniük, hogy hát egy wow! Röviden erről a trilógiáról most csak annyit mondanék nektek, hogy ha már elegetek van a Young Adult féle disztópikus könyvsorozatokból, hát akkor is olvassátok el! Láttam egy ilyen kommentet az emlegetett Daisy Ridley bejelentő cikk alatt, hogy jaj, már megint egy disztópikus filmadaptáció. Tök igaza van a kommentelőnek, mert hát ez a sokadik ilyen lesz, viszont tök jó lenne, ha nem csesznék el, mert ennek a trilógiának iszonyatosan jó a története, és igazán jó filmeket lehetne belőle csinálni, meglátjuk. Ami miatt igazán izgalmas lehet a könyvhöz tartozó filmadaptációhoz az, hogy a történetünk egy olyan bolygón játszódik, ahol a férfiaknak zaja van. És ezt nem csak úgy kell elképzelnetek, mint az emberek gondolatolvasók lennének, hanem az egész ez van egy ilyen vizuális kivetülés, tehát hogy nem csak hallod a másiknak a zaját, hanem látod is, láthatsz képeket, vagy csak szöveget, szóval, hogy ezt, ha jól megcsinálják, ez nagyon jól tud kinézni, meglátjuk, igazán szurkolok neki. Annyit fűznék még hozzá ez a trilógiához, hogyha azt gondoltad, hogy a Hunger Games kemény volt, hát akkor még nem olvastad a Chaos Walking trilógiát. Aha. A következő nagy-nagy-nagy-nagy szerelmem, Terin Fishentől a Fuck Love. Na, erről a könyvről viszont készült ajánló a csatornán, úgyhogy ha a könyvborítóra kattintotok, akkor meg tudjátok nézni ezt az ajánlót. Azért kerül bele ez a könyv a top 5 könyveim közé, mert egyrészt iszonyatosan fiatalos és friss, mai történet, mai szereplőkkel a mai világban abból a szempontból, hogy van benne instagramozás, meg a főhősnőn kicsit Harry Potter mániás, szóval, hogy vannak benne ilyen apró dolgok elhintve, amiktől például nekem iszonyatosan élvezetes volt az olvasás. Mindezeken túl egy egészen eredeti történetről van szó, szóval nem a megszokott romantikus ponyvát kapott, hanem egy értelmes, gondolkozó főhőssel, aki gyakorlatilag megkérdőjelezi a saját világát, és elindul, és próbál más lenni, vagyis próbálja jobban megismerni magát, talán erről szól igazán ez a regény, és szerintem rettenetesen jól van megírva. Konkrétan a műfajban is a legnagyobb kedvencem továbbra is a Fuck Love, mindenkinek ajánlom. Ja, és igen, nézzétek meg a videót. Következő idei nagy szerelem, Kemese Fannytól a Napszömű Pippa Ken. Egyszerűen ez a regény pont azt találta el nekem, amire igazán vágytam ebbe a világba, és nem akartam soha leszpoilerezni, és nem tudom, mennyire köztudott, hogy mi a történetben a fő háttér, vagy hogy mondjam. Ebből is készült videó, úgyhogy ha ide kattintotok, akkor meg fogjátok tudni nézni. Bár ez körülbelül a negyedik vagy az ötödik videó volt a csatornán, szóval így a minőséggel nem igazán vagyok megelégedve, és nem is nagyon merem, és nem is nagyon szoktam visszanézni a korai videóimat, mert így nem, ezt így nem tudom. Az újakkal nincsen problémám, de a legkorábbi videókat nagyon nehezen nézem vissza. Én igazán le voltam nyűgözve az írónőtől, ugye gyakorlatilag egy első kötetes szerzőről van szó, szerintem Fanny nagyszerűen ír. Engem teljesen a hatása alá kerített ez a világ, és az a fajta ilyen érzet, ami árad a könyvből, egy ponton ráadásul iszonyatosan beindulnak a cselekmények, és ez a második kötetben is folytatódik tovább, és én speciál alig várom a harmadik részt, amire azt hiszem még várnunk kell egy ideig, de nem szabad semmit sietetni, mert ha jó lesz,
Nagyon izgulok a harmadik részért, mert általában az ilyen trilógiák, vagy ilyen folytatásos történetek sokszor elbuknak szerintem a harmadik részen, úgyhogy nagyon izgulok, hogy mi lesz itt a Pippa Kent trilógiával, de én bízok Fanniban, úgyhogy csak kivárjuk szépen, nyugodtan, míg kijön a harmadik rész. A Pippa Kent lehet, hogy inkább a fiatalabb korosztálynak ajánlanám, tehát ez az ilyen tényleg, hogy a könyv is írja 14 éves kortól felfele, de aki esetleg szereti az ilyen típusú történeteket, amit most nem mondok ki, mert nem akarok spoilerezni. Én úgy kezdtem el olvasni ezt a könyvet, hogy nem tudtam, hogy miről fog szólni, egészen ennyi, csak annyit tudtam, hogy Pippa él elzárva egy erődházban, és évek óta egyedül él ebbe az erődházban, amíg meg nem jelenik valaki, és akkor felbojdul az élet, és az a nagyon érdekes, hogy Pippa egy kicsit ilyen magába fordult saját világban él, és érdekes azt látni, ahogy így kinyit, meg ahogy kinyílik a világ, stb. Hát nem ez a legjobb reklámszöveg ennek a könyvnek, amit szerintem valaha összehoztam, de ha megnézitek a videót, akkor szerintem kedvet fogtok kapni hozzá. Friss, fiatalos és magyar, és ettől én teljesen lenyűgözöttem. Ami nem mondható el azért minden magyar könyvről, amit idén olvastam. Ha már a magyar szerzőknél tartunk, akkor nem mehetünk el Lakatos Levente Szigor című... Ha már a magyar szerzőknél tartunk, akkor nem mehetünk el a Szigor sorozat... Szigor. Miért ilyen iszonyatosan, miért nem Szigor simán? Most komolyan, minden egyes pillanatban azt akarom mondani, hogy a Szigor. De közben tudom, hogy ez a tiltás gyönyörű, és a Szigor sorozatnak az első része. Levente. Az egyik idei nagy szerelmem Lakatos Leventétől a Tiltás gyönyere, azaz a Szigor sorozatnak az első kötete. Szerintem, aki régebb óta követi a csatornát, nem igazán lepődött most meg ezen a választáson. Nem is olyan régen megjelent velem egy interjú a Tilos az Álkönyvek felkérésére a Pagony honlapján, hagyok lent linket a boxban. Ha valaki esetleg közületek még nem olvasta az interjút, akkor itt az alkalom, hogy közelebbről megismerjetek engem, és egyébként ebbe az interjúban volt egy olyan kérdés, hogy mi az a könyv, amit nyáron olvasásra ajánlanék, és hát Levinek a Szigor című könyve. Nem Szigor, hanem a Tiltás gyönyörű című könyve nyerte a dolgot, úgyhogy csekkoljátok az interjút. Nagyon fontosnak tartom megint csak kihangsúlyozni, ahogy a videóban is kihangsúlyoztam, amikor a Szigorról beszéltem már. Úgy próbálják eladni, mint a Magyar Szürke 50 árnyalata, vagy éppen mint az év erotikus regénye. Na most, erotikus regényről van szó, hiszen vannak benne jó kis sikamlós jelenetek, viszont az a helyzet, hogy ennél sokkal több minden van benne egy tök érdekes sztori, vannak benne érdekes szereplők, csavarok, izgalmas, úgyhogy semmiképp se alacsonyítanám le őt a Szürke 50 árnyalatához, és ha mondjuk emiatt nem akarod elolvasni, megint hangsúlyozom, hogy a Szigor az más, és mint ahogy emlegettem, nyár a tökéletes olvasmány, úgyhogy hajrá! És akkor az ötödik nagy kedvencem, az V. Schwabtól a Dark Shade of Magic. Erről a könyvről is készült videó, szokásos promó, ide kattintva eléritek. A Dark Shade of Magic volt az a könyv, ami egyszerűen simogatta a lelkemet. Egy gyönyörűen megélt fantasyról van szó. Sajnos ebből a könyvből nincs még magyar fordítás, és nagyon örülnék, ha valamelyik kiadó fogná és gondozásba venni ezt a csodálatos regényt. Az egyik legjobb fantasy, amit szerintem valaha olvastam, és a legjobb egyik fantasy, amit idén olvastam. Mindenképp. Erről a könyvről is készült videó a csatornán, úgyhogy ha ide kattintatok, akkor el tudjátok érni a rövid leírását. Mágikus történetről van szó, vannak benne varázslók, de nem az a fajta varázslás, mint amit a Harry Potterből ismerünk, és na nehogy nem az a varázslás, amit a varázslókból ismerünk. Teljesen más világ, iszonyatosan érdekes világ, párhuzamos londonok vannak benne, különböző színű londonok vannak benne, természeti mágia van benne, történeti csavarok vannak benne, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Ennyi lett volna ez a top 5 kedvencem 2016 első feléből. Igazából nem olyan rossz ez a 2016 eddig, bár azért olvastam olyan könyveket is, ami kevésbé tetszettek. Osszátok meg velem kommentből, hogy nektek mi az eddigi nagy kedvencetek 2016-ból. Ne felejtsétek el, hogy tudtok követni Mojon és Facebookon is, találtok lent linket a boxban, rengeteg linket fogok most lent hagyni a boxban. Legyen szép napotok, sziasztok! The big hitch in her brilliant pen was me. Yes. Nem tudod? Szerettem. Ne. Ja, akkor... Ez az elolvastad kategória. Aha. De beszéltünk is róla, miközben olvastad. Ó, akkor nem olyan rég olvashattam ezt. Uh-huh. Nem tudom, hogy mi ez. A második személyes problémám az utas és holdvilággal, hogy minden karaktert utálok. Tehát, hogy még a legelején sajnáltam Erzsit, ő az elhagyott feleség. Aztán egy ponton Erzsiről is megtudunk több mindent, meg...